Sziasztok, Bliss vagyok, és hát a címből azt hinnétek, hogy egy FPS játékról lenne szó, de nem. Dead Island Epidemic az egy MOBA stílusú játék, de viszont vannak benne FPS elemek, mint például VASD-vel kell irányítani a karakterünket, avagy célozni kell alaphelyzetbe, láthatjátok itt a célkeresztem, és ha nem találom el az ellenfelet, akkor nem is sebzem. Ez egy klasszikus PvP mód, legalábbis a játékhoz képest klasszikus, Scavenger a neve. Itt az a lényeg, hogy három csapat van, érdekes mód, és nem feltétlen ölni kell, hanem supply-okat szerezni, és a jeepünkbe el kell juttatni. Viszont zászlókat is lehet szerezni, és megtartani, azzal is kapunk pontokat. Ez a meccs, mint láthatjátok, itt van, 900-ig megy, és most egyelőre várunk a betöltőkre. Lehet dashelni ugyanúgy, mint mondjuk egy Titanfall-ba Space segítségével, de lehet lőfegyverünk is. Ennek kevesebb a DPI-ja, de nyilván van hatótávolsága. Tehát mondom, FPS elemekkel tarkított MOBA, ha lehet így fogalmazni. És mit akartam mondani? Ugye vannak ugyanolyan skilljeink, mint ahogy MOBA-kban is. Itt viszont az az érdekesség, hogy ezek a zombik, amik ugyanazt a szerepet töltik be, mint mobákba a creepek vagy a minionok, tudnak nehézséget okozni, akár meg is tudnak ölni. Tehát ez a kellemetlenség, mint olyan, ebbe a játékba fennáll. Bal klikkel tudunk szimpla right click damage-et osztani, viszont ez a három csík, itt a HP-nk alatt, az a staminánkat jelöli, így jobb klikkel tudunk egy hatalmasat ütni, ez shotgunnal is lehetséges. Most itt nagyon jöttek a zombik, úgyhogy ezeket ki kell írtani, legalábbis érdemes lenne. Viszont ezt a falat is le kéne rombolni, mert ilyenkor megyünk a pályára gyakorlatilag többiek ellen. Most nem tudom, mit írt ki a játék gyakorlatilag. Nem játszottam sokat vele, illetve nem is nyertem sokat vele, szám szerint egyet, de játszottam ötöt. Tehát az arányaim nem mondhatóak jónak, nyilván ez eléggé csapatorientált játék. Például, ha most szétoszlunk, akkor... Ja, itt van a zászló. Hol is vagyok? Ja, itt vagyunk, igen. Néha azért el tudok tévedni. Na, itt van egy nagy zombi például, egy ilyen nagy malac. Én egy kis pajzs. Ami azért tud kellemetlenséget okozni, főleg ha jönnek a csapat, az ellenfél csapattársai. És akár több ellenfél csapatunk is van, úgymond. Tehát most a zöldek is foglalnak, a kékek is, mint láthatjátok. Bár nem valami kiforrott a minitérkép. Mi vagyunk a narancssárgák, ami fura, mert eddig kék voltam, és most fura így megszokni. Láthatjátok, veszem fel a dobozokat, és majd később le kéne rakni ezt a jeepünkhöz. Mire pakoljak? Stunra, mindenképp stunra kéne pakoljak. Jó, ez a zászló a miénk, és megpróbáljuk megölni a zöld foglalókat, remélhetőleg. Ez kéne egy ilyen is, meg egy pajzs. Pont kijött belőle. Hopp, kapta egy stunt, meg is haltál. Nyam, 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 nyam. Nyomtunk egy staminás ütést. Jó, ilyenkor így meg kell lengetni a zászlót. Ez egy fenntartott képesség, tehát ha megtámadnak minket, akkor nem tudjuk tovább foglalni, úgymond megjelölni. Na, már raktam is az ultimra. És dobjunk egy pajzsot magunknak, az mindenképp jól jön. Igen, ő híleli is magát, egyessel tudjuk magunkat hílelni, ez is egy fenntartott képesség, ezért érdemes nem a harc szintéren, de... Hopp, itt egy... Húha, csoda csaták vannak itt. Hú, sikerült belassítani. Ezt a szentrigányját kiszedtük. Puty! Pajzs! Ellököm. És meg is öltük. Hú, nagyon jó kis csapattársam van, bár nem nagyon ismerem a karaktereket. Egyrészt azért, mert pénzért kell sajnos őket megvenni. Nem sajnos. Ki tudja, még egy béta játékról beszélünk. Hú, egész jó damage-eket osztottunk be. Jaj, ha egy staminás ütést tudnék... nem találtam el. Gyerünk. Itt nincs manna, csak költség
idő, úgymond, tehát újra töltődési idő. Jó, híleli magát. Ó, ez micsoda volt. Kéne egy pajzs, kéne pajzs gyerekek. Ez az. Na, itt megpróbálom hílelni magam. És hogy állunk? Narancsárga. Ah, megtámadott egy zombi sajnos. Túléli. Talán ha a zombival szerencsénk lesz és... Áh, nem lett szerencsénk. Jaj! Ne, zombi, ne! Uff, nem talált el. Na igen, itt már sok a zombi. Nem tudunk velük mit kezdeni. Itt a zászlónk. Na jó, ellátom a bajukat, aztán hílelem magam. Jó, próbáljuk meg, hát ha sikerül. Most itt vagyok a zászlónknál. Úgyhogy remélem egyértelmű, bár nem tudom visszahallgatni magam így játék közben, hogy miket mondok. Remélem azért, aki mobázik, átlátja ezt a játékot, legalább annyira, mint amennyire elmagyarázom, próbálom magyarázni. Most elszakadtam a csapattársaimtól, ami nagyon nem jó. Főleg egy zombis játékról beszélünk, akkor gondolhatjátok, mennyire nem jó. Ott van egy... megöltük őket. És mi a statom? Nem haltam, nem is öltem. Úgyhogy királyak vagyunk. Az előző játékban sajnos harmadikak lettünk a háromból, ami nem jó. De viszont ott öltem. De azt nem vettem föl. Hát egy fő zombi, úgymond. Gyerünk, ez az. De egy pajzs jól jönne. A kedvencem a pajzs. Nagyon jó kis fizikai sebzés kivédése van. Nagyon jól jön a csatákon. Mindjárt befoglaljuk, 65%-on jár ez a zászló, és akkor lesz két zászlónk. Hogy elkapta. És azt nem találtam el. Pajzs! Fejlődtem. Tehát itt manna nincs, stamina van, amivel ugye tudunk nagyokat ütni, de az alapvetően akkor töltődik, ha ütünk is. És ehhez a narancsárga jeephez el kéne vinnem a cuccaimat, főleg, hogy eléggé belassultam. Mivel elég sok cuccot viszek. Fele inventorim tele van. Jups. Itt is van a jeepünk. És be is pakolom a cuccainkat. Jups. Látjátok, itt van ez a szürke csík. Ez azt mutatja, hogy ennyi van nálunk, de ha nem visszük be, az nem pont. Most bevittem annyit. Kevesebb is lett a szürke csík. Most visszaesett a szürke csík, ez azt jelenti, hogy valaki meghalt és ledobálta a cuccait. Ez elég kellemetlen tud lenni. Jó. Mi is vagyok narancsárga, ezt mindig elfelejtem, itt vannak a csapattársaim, úgyhogy ide középre kéne menni. Igen, itt eltévedtem, miközben néztem a mappot. Se baj. Na szevasztok, gyerekek! Whatch! Puty! Jó kis csapattársaim vannak. Na, ez nagyon szeretem. Ez a legjobb. Ó, és hogy dobálja neki a cuccokat, értem én. Igen, menjünk el a jeephez. Most 8-as szintű vagyok. Igen, ők 7-esek. Úgyhogy viszonylag jól farmoltam. Még mindig nem öltem. Na, nézzük csak. Még a kék vezet előttünk, viszont a zöld eléggé le van maradva. De sose szabad lebecsülni az ellenfelünket. Azt jól besztanolt. Puty. Na. Erről nem volt szó. Úgy van. És most már öltem egyet. Nem mintha ölésre kéne menni ebbe a játékba azért. Nem rossz dolog.
de simán ki lehet kapni, ha te ölsz a legtöbbet. Hát ez minden mobában így van, szerintem. Legalábbis Dota, LOL, mindenki. Hát szia! Jaj, kidesett stunom elől. De nyomassunk egy pajzsot magunknak, úgy gondolom, az mindig jó jön. És itt most bevetjük magunkat. Puty! Pont beledesett. Ú, és ki is húzta. Ígyni, szét is kalapáltuk. Pajzs! Mindjárt van ultim. És ezzel meg is tudtuk ölni. Na látjátok, milyen jó csapattársaim vannak. Ezt nagyon szeretem. Ezt kimondottan szeretem. Hogy állunk? Kék vezet, de nem sokkal. Kéne egyet healelni magamon, meg ezt befoglalni. Kékelek elől. Az lenne a legjobb. Nyomunk is egy X-et. Meglengetem a zászlomat. Igen, ez azt jelenti, hogy telepakolták a jeepjüket. Ami nem tudom feltétlen mit jelent. Nem nagyon ismertem ki a játékot, de telepakolták. Tehát előttünk vannak. Nem sokkal, de előttünk vannak. Újú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 j
De megpróbáljuk a lehető legtöbbet healelni magunkon. Így a csata közepén. Nem baj. Jaj, ott egy zombi, és az elkap, az csúnya dolog. Na, szétgyepáltuk őket? Azt a de jó. Tudj! Szóval lepakoljuk. Jó van. Átvettük a vezetést, nem? Ha lepakoljuk a cuccainkat, akkor... És erre van a zsippünk, úgyhogy erre megyek. Nem hiszem, hogy mindenki lepakolja a cuccait. Csak én fogom. Nincs sok, de lepakolom. És nem ezzel kell, ezzel kell. You have no supplies. Jó. El kéne foglalni. Jelzek is nekik. Ugye arra kéne menni. Itt egy nagy zombi, ha neki sok cucca van, az nagyon jó jönne, mert itt van közel a... A malac. A jeepünk. Akkor le tudnám pakolni a cuccait. És nincs. Nincs szerencsénk. És merre kell menni? Közel a minimapet néztem. Erre itt. Igen, egyedül nagyon félek, főleg még a zombiktól is. Foglalják ezt a zászlót, jól látom. Sokan vannak. Inkább megpróbálom feltartóztatni őket. Még jön egy csapattársam. Itt is van. És még a zombik is bezavarnak. Ha nem állunk jól, nem jönnek a csapattársaink. Ott vannak. Vagy a... School felé mennek. Ami nem tudom mit jelent. Sajnos. Ezt meg lehet ölni. Köszönjük a mese. És újra is tudom érezteni a csapattársaimat. Ami egy fenntartott skill. Úgyhogy itt nem is fogom ennyi zombi mellett. Jaj, ne kapja! Kösz! Hú, mennyi supply van itt. Ezeket mind bevinném. Jó, ez elkapott. Stand. Na jó, ezt kéne elkapni. Ügyes ez a zombi, te. Nagyon ügyes! Nem eléggé? Ez az. Hú! Jönnek? Nem. Akkor hílelem magam, aztán elugrok. Dehogy hílelem magam. Hát átvennénk a vezetést. Gyorsan.
Jaj, puksi kiszökött. Gyerünk, 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 pakolj, 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 pakolj. Orange is winning! Wow! Sutty! 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 Pakolj! Pakolj! Na jó, nem hílelem magam, nem érdekel. És? Megnyertük! Még skillem itt van. Na! Igen, azt hiszem nyertünk. Ugye ők jutottak át először a barikádon, tehát ők tudtak először foglalni, a zöld csapat legalábbis. Ők voltak, a kék csapat volt az első, aki telerakta a GP-t, de mi voltunk azok, akik elérték a maximális pontszámot. Úgyhogy eléggé kiegyenlített meccs volt. Hát nem, a zöldek annyira nem voltak erősek. Mindegy. Amit még mindenképp meg szeretnénk mutatni, hogy van workbench, ahol lehet craftolni bizonyos cuccokat, például ilyen könnyű közelharci fegyvereket, avagy pisztolyt, amelyet most craftoltam, majd ki kell próbálni. De itt van az inventorink, ahol megnézhetjük, hogy milyen cuccaink vannak, milyen fegyvereink. Ó, például van egy új, majd kipróbáljuk. De ezzel a kis evezővel vertem az ellenfeleimet, meg ezzel a shotgunnal lőttem őket, de itt van már az új pisztolyom. Inventoryban van még a különböző kötöző egységeink, meg azok a cuccok, amivel tudunk craftolgatni. De van shop is, ahol tudunk fegyvereket venni, de ezeket csak pénzből. Ez 11.500, például itt meg tudjuk nézni, hogy az 5 euró, tehát nem mondható olcsónak. De legalább a karaktereket ki tudjuk farmolni. Ezeket is lehet pénzből venni, de ezeket ilyen karakterpontokból össze lehet gyűjteni. Jelenleg két darab karakterem van. Ez nem annyira jött be, mert ilyen supportálós. Ami nem lenne probléma, mert szeretem a supportálós klasszokat, viszont nem olyan jó, nem olyan jó azok a skillek szerintem. De jobban néz ki ez a csaj, ha értitek mire gondolok. De ezzel játszottam. Akit lehet boostolni is. Jelenleg nincs semmilyen fajta boost pontom, de több HP-ja lesz, magasabb melee damage-e, meg ilyen hasonló. Na jó, köszönöm a figyelmet, ennyi lettem volna, remélem tetszett nektek az Epidemic, mondom, egy beta fázisban lévő játék, de mobához képest kicsit újít, ha lehet így fogalmazni, érdekes. Na jó, sziasztok!